A gyerekek puzzle képek formájában próbálhatták a fogyatékosságokat ábrázoló piktogramok összeillesztését. A mesefeldolgozó csoportban egy tanulságos mesével ismerkedtek meg az érdeklődők. A foltmanók városában mindenkit az előítéletek alapján ragasztanak tele matricákkal. Az értéktelenek szürke pontot, az értékesek aranycsillagokat kapnak. A következő próbatétel a szájjal és lábbal festés volt. A gyerekek nagy várakozással tekintettek a feladat elé. Hamar felismerték, hogy milyen ügyesség szükséges ahhoz, hogy a láb és a száj körüli izmok engedelmeskedjenek nekünk festéskor. Igazi kihívás volt számukra ez a feladat. A vállalkozó kedvű gyerekek behuny szemmel is készítettek remek műveket a papírra. Speciális gurulóeszközzel teljesítendő akadálypálya a mozgáskorlátozottságra hívta föl a figyelmet. A kézzel hajtott alkalmatossággal kinek könnyebben, kinek nehezebben lehetett a bóják között eljutni a célig. Többen igyekeztek egyszerűsíteni, könnyíteni a pályán. A maguk módján akadálymentesíteni próbálták a pályát. A látássérültek életét bemutató feladat az iskola udvarán keresendő színes labdák próbatétele volt. A nem mindennapi helyzetet nem is merték többen vállalni. Talán ez a feladat volt az első, melyet néhányan nem szívesen próbáltak ki a tájékozódás korlátozása miatt. Braille írásról már többen hallottak a jelenlévők közül. Először a jelzésekkel ismerkedtek meg a gyerekek, aztán kipróbálhatták a dombornyomatú korongok értelmezését a látás kizárásával.